Joggal gondolhatjuk, hogy a fejszed nem a legbonyolultabb szerszámok egyike, de ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjuk használni, egy-két fortét nem árt ismerni. Ez a borotva éles szerszám akár karvas tagságú ágakkal is elbánik. Így a saját épségünk érdekében a nagy fejszékhez hasonlóan ezt a szerszámot is körültekintően és szakszerűen kell használni. Ügyeljünk rá, hogy a fejszed mindig megfelelően éles legyen. Csak stabil, biztos fafelületen használjuk, így akkor sem megy ki az éle, ha mellé ütünk. Kis súlyából adódóan az X7-es alapvetően egykezes fejsze, de ha szükséges, két kézzel is használhatjuk. Arra azonban mindig oda kell figyelni, hogy a megmunkálásra váró fa jól ki legyen támasztva. A mozdulatot ne a testünk felé, hanem az ellenkező irányba végezzük. Az, hogy ezek után mire használjuk az X7-est, az már rajtunk múlik. Hasogathatunk vele, fakéreg leszedésre, gyújtós faragásra is tökéletesen alkalmas, karóhegyezéshez is használhatjuk, de a fejtompa felével akár cövekeket is verhetünk vele a földbe. Ha ezekre az apróságokra odafigyelünk, akkor nem csak magunkat tudhatjuk biztonságban, de a fejszénket is a lehető leghatékonyabban tudjuk majd használni.